Harcoltam Boszniában, Irakban, Afganisztánban. A legszörnyűbb dolgokat láttam. Sok halált, sok gonoszságot láttam a harmadik világban, és sohasem láttam Istent pozitív világosságnak az életemben. Azt gondoltam, Isten nem engedheti meg, hogy ilyen borzalmak történjenek. Nick Lee több harci bevetésben vett részt az amerikai tengerészetnél és a hadseregben 1997 és 2006 között. Ez alatt az időszak alatt sok borzalmas erőszakot és vérontást látott. Leszerelése után nem diagnosztizálták nála a poszttraumás stressz-szindrómát, ami megnehezítette, hogy visszatérjen az életbe. Néha azon kapom magam, hogy pásztázok. Mindig riadó készültségben voltam. Rengeteg barátom és családtagom mondta, hogy figyelj, nem vagy rendben. Valami baj van veled. Senki sem viselkedik így, senki sem reagálna így egy ilyen helyzetben, senki sem mondana ilyet. De én ezt nem fogadtam el. 2009-ben Nick elvette Freskát, akitől a fia született, 12 évvel korábban. Ő azóta keresztény lett, és házasságkötésükkor nem tudott Nick betegségéről és Isten iránti dühéről. Olyan férfit akartam, aki szintén Istennek tetsző életet akar élni. Isten kereső férjre vágytam. Felvettem egy jó állarcot. Mosolyogtam, azt mondtam, amit hallani akart a legtöbbször, de még nem voltam keresztény. Fejjel mentünk a falnak. Azt mondtuk, te is ebben hiszel, én is ebben hiszek, menjünk együtt előre. De nem ez történt, rengeteg volt a nézeteltérés. A házasságuk hamar káoszba fulladt, és Nick betegsége a családban jött ki. Voltak időszakok, amikor kiabált, ordított a fiunkkal és velem is. Nem értettem, miért történt. Teljesen megmagyarázhatatlan volt. Erős, lobbanékony reakciói voltak, akár a semmire is. Mindennél jobban ellöktem őt magamtól. Mindent megtettem, hogy eltaszítsam. 8 éven keresztül sokszor pokoli állapotok voltak, amit senki sem értett meg körülöttem. Csak is Isten látta, hogy mi történik. Hogy mi történik bennem. 8 év házasság után Freska és Nick végül elvált, de Freska tovább imádkozott Nickért. Megírtam az imáimat, és kértem Istent, hogy nyissa meg a szemeit, és mentse meg őt. Nick a saját életét is veszélyeztette. Nem akartam a felesége lenni, de imádkoztam a megtéréséért. A válás után Nick inni kezdett, és az öngyilkosságon gondolkodott. Az életem minden területe szétesett. Darabokra. Nagyon rossz volt. Olyan mérges voltam mindenre. Túl sokáig. Kötéllel akartam megtenni a garázsban, egy hosszabbító zsinórral akartam felkötni magam. De nem tudtam megtenni. Tudtam, hogy megvan még a pisztolyom. Leültem és bátorságot gyűjtöttem. Tele volt a tölténytár, 6 golyóval megtöltve, és meghúztam a ravaszt. De nem sült el. Nick a padlóra esett megrendülve. Nem tudta, miért nem sült el a fegyver. Aztán hallotta, hogy Isten szól hozzá. Hallottam őt, ahogy szól hozzám, mint ahogy most beszélünk. Azt mondta, abba kell hagynod, ahogy most élsz. Ha így folytatod, meg fogsz halni. Kövess engem. Akkor elkezdtem sorolni neki, amit tettem, és hogy miért utáltam őt. Mindent megbántam, amit tettem, és amire akkor ott emlékeztem. Olyan sokáig rejtegettem a gyűlöletet és a frusztrációt. Mindig mérges voltam. És mindez egyszerre elment. Mindent átadtam neki, és mondtam, vedd el, Istenem! Nick átadta az életét Jézusnak. A következő héten Freska találkozott vele, hogy meghallgassa, mi történt. Azonnal láttam, hogy más ember lett. Békességet sugárzott, és 10 évvel fiatalabbnak látszott. A hangja finom és gyengéd volt. Isten elvette az összes fájdalmát és dühét, örömmel és békességgel töltötte be. A dolgok másnak tűnnek most, mint azelőtt.
Ha valamit nem tudok irányítani, akkor meg sem próbálom, mert Isten ott van. Ő az, aki mindent irányít, mert ő a mindenség tudója, és én nem. Én csak bízom benne, és ő mutatja meg nekem a helyes utat. Nick és Freska hamarosan újra házasodott. Freska szerint Nick más ember lett azóta az éjszaka óta, hogy Isten megmentette az életét. Megkér, hogy olvassam vele a Bibliát, azelőtt ez lehetetlen volt. Csodálatos vele a gyülekezetben is. Akkor érzem a legközelebb magamhoz Nicket. Isten akkor is ott volt, amikor én nem is ismertem. Ha visszagondolok, megköszönöm, mert biztos vagyok benne, hogy Isten miatt nem ölt meg az a golyó. Ő az oka, hogy még itt vagyok. Átadtam neki az életemet, mert ő megmentett engem. Hálás vagyok Istennek minden nap. Minden nap eszembe jut, és már 2 éve történt. Nick még csak nem is kérte Isten segítségét. Nick el akarta dobni saját életét, halottnak kellene lennie. De Isten kegyelme jött, és mindent megváltoztatott.